Sziasztok, Marika vagyok, gombapaprikás fog készülni, tudjátok, ami tejfölös, nem csak sima pörkölt. Na, aztán vettünk ilyen kövesztett szalonnát, most egy kicsit összevagdalom, hát ilyen nem tudom mennyit, amennyit gondoltok, meg nem is muszáj, rakjatok zsiradékot, olajat vagy zsírt. Na, míg ez süröget, kisül belőle a zsiradék, addig majd vagdalok meg hagymát. Amíg sülök át, addig ezt az új hagymát, mert ez kéznél van. A gombát majd ebbe belerakom. Ezt fogom felvágni. Nem kell olyannyira apróra, hogy sikerülni fog. Kezünkre vigyázzunk. Találtam a teleken, a kertbe, 5 darab, mi az? Tyúkgombának mondom, amúgy szekrénygomba. Azt is bele fogom dobni. Rengeteg eső esett, ugye lehetne több szekrénygomba, de nem süt a nap, így nincs. Jó, annyira ezt a zöldjét nem látom. Látjátok, itt benne a gyökere. Ami nem is a gyökere, rosszat mondok, hanem tudjátok, ebből lesz a magház. Ebből lesz a magház, ez nem is olyan jó, hogy benn van. Úgyhogy most azokat szedtem ki a kertbe, és akkor ugye azokat enni se a legjobb, mert vastagok. Jó, ez így jó lesz. Ha kicsit kijön a zsírja ennek a szalonnának, akkor hozzá fogom dobni. Ja, a gombának a szárát is bele fogom rakni. Hát ezt csak úgy mostam meg, hogy a végéről levágtam egy kicsit. Aztán így a víz alá tartottam, itt csináltam, néztem, ráraktam papírra. Ez van a második papír, hogy folyjon le a víz, mert különben ugye szivacsos lesz. Na, megvagdalom a gombát, hát ahogy akarjátok, mit tudom én, egy centisre össze lehet vágni is, tudni. Nem számít. Itt a gomba, a tyúkgomba, ahhoz hozzárakom. Na, már van jó sok zsír, úgyhogy ráhúzom a hagymát. Kislángon vagyunk. Ez a műanyag, ezt majd egy kis olajja be kell kenni, és akkor az a pirosság lejön ott. Próbáljátok csak ki. Ez ugye popaszalonna volt, kövesztett szalonna, ami popaszalonna volt. Szeretjük a sajátunkat. Hát azt annyira nem, mert nem olyan finom, mint a saját. De hát már nem a sejhatom a pofám, hanem amikor cocát vágtunk. Oda nézzetek, egy meg ide ugrott, amilyen szóltok. Aztán így megsúlyozom. Én ezt a gombát csak úgy vettem, nem tálcázsolt, úgyhogy ha nem vágom le a, ugye ott a tönkének a végét, akkor 500 gram lett volna. Már így 496, vagy lehet, hogy még több. Hát én úgy gondolom, hogy jó lesz, ne pattogjon már annyit ez a szalonna. Amit az miért megkeverem, gyorsan kapuk fő. Egy mázeskanállal lehetett, sót is rakom. Sót. Még egy kicsi piros paprikát, borsot, minden teáskanálat. Nagyon meg a borsot tekerek, de lehet tasakossat is.
aztán hozom a vizet. Valamennyi vizet rakok, mert a gomba különben így mivel besóztam, ez most nevet engednek. Aztán majd még tejföl jön hozzá, meg majd kóstolhatom. Lehet ételízesítőt is, ha akartok, az lehet, hogy édes rakok, mit tudom én. De mondjátok, hogy ez nem egészséges, hát annyira nem is ártalmas, mert még érünk. Vizet, hát ez 2,2 deciliter férhet bele körülbelül, de mindjárt lemérem, hogy lángra rakom. Annyit adok, hogy azért legyen lé, ez körülbelül 2 napra valad nekünk. Én úgy gondolom, nokedi van hozzá, majd holnap megkészítek valami mást hozzá, mert tegnap tojásos nokedi volt. Gombával, mert tegnap meg jó sok tyúkgombát, ezt a szekrűgombát találtam. Nem csak ezt a 4-5 darabot, aztán azzal akar voltam a nokedli, és akkor ugye ami maradt, ahhoz gondoltam, hogy ezt a fehér csipetkét megcsinálom, de nem szeretem a fehér csipetkét, mert a barna jobb, finomabb, csak nem volt. De azért megvettem ezt. 2 hetente járunk most Körmendre, és hát vásárolni. Hát mindig veszek gombát, ha tudok, mert aztán, ha mégis kellene, akkor meg ott vagyok gomba nélkül. 235 gram. 235 gram víztér bele abba az üvegpohárba. Ez kb. 200 gram volt ez a tejtől. Várjátok, most mértem be. Igen, flakont leszámolom, körülbelül 200 gram, ezt csak így hozzáhuppantom, majd se lít semmi, reméljük nem is kell. Jó, kikeverem, mostanában ilyen nagy tejfölt veszek, mert így olcsóbb, sokkal olcsóbb. Fölött mindig ide belefolyassátok. A kőre már olyat is látok némely videósnál, hogy a kőre folyatja. Tehát az ő dolga, igaz? Mit érdekel az engem, miközben hozza? Ja, az összefogalmásni aztán tudjátok, hát hogy megesztük egy nap. Hát akkor holnap majd lesz valami másik félesség, úgyis péntek lesz. Régebben pénteken mindig mákos metéld volt. Mi mácsiknak mondjuk, hát lehet, hogy megesszük. A gomba az nagyon össze tud esni. Ezt a csiperkét ezt meg lehet enni nyersen is. Nem már most finom. Nagyon finom. Sokat nem főzöm, 1-5 percet, és akkor bele is keverem a tejfölt, és akkor készes vagyok, majdnem. Fél óra. Az igaz, hogy drága kolya, mert ugye a csipetke most már egyetlen drága. Hozzárakom a tejfölt. Mostani ilyen süteményes spatulába ki fogom kihúzni, mert ebbe a tejfölbe még nincs semmi fűszer. Végülis. A fokhagyma, a vöröshagyma, ami nehezebben menne ki, ugye? Vagyis le róla. A salátából esszük, mert van már tavaszi salátánk, de azt meg nem szeretem annyira, képzeljétek el, mert a tavaszi saláta az úgy törik, hogy őrület. Hát ez miértlen. Mert ahogy azon, hogy törik a levele, az őszi nem olyan. Megkeverjük. Aztán ezt is forraljuk valameddig.
Hát jó, szerintem egy nap alatt nem tudjuk megenni, de két napra meg lehet, hogy kevés. Majd kitalálok valami ételt, ha úgy lesz. Kicsit grízes lett majd, ha forra, káforja. Érzem az illatán, ami nagyon finom, az én megkóstolom. De áskanállal. De jónak tűnik, olyan finomnak. Hagyom. Majd mindenki megsózza a sajátját. Nagyon szeretem ezt a mérleget. Már mutattam, hogy vettem új mérleget, mert ugye itt nincs olyan lehetőség, hogy beül ide a kosz. Most letörögetem, mert ráfogyottam itt mindent. No, nem érjük az ecetlét. Itt a saláta. Hát ez ugye, most a papa mondta, hogy ne levelenként rakjam, hanem így szabdaljam szét, úgyhogy ez most szét van szabdalva, de ugye amúgy szép lenne, látjátok, ilyen szép kis akármik, kis fejecskék, hát azok még nem fejek, de fejek voltak. Na, megcsináljuk az ecetlét. Én nekem le van írva, és mindig ugyanúgy csinálom. Most csak fél adagot csinálok, 375 g a víz. 73-at sikerült, 373-at hagyjuk, mert különben vacakolhatok vele. Na, 50 g a kis tájcukor. 52 bulla. Semmit nem találok el. 15 g a só. 15. Na, ezt találtam. És akkor 75 g a 10%-os ecet mindenképpen, nem 20, de inkább 70 legyen, hogy többet meg tudjunk belőle enni. Okay, jó is. Lezártam a gomba alatt. Jó. Nyilván nem kell. Köszönöm, kell nyomni, akkor elalszik. Készítettem fokhagymát, így ledaráltam, olaj, meg azt hiszem só van benne. És képzeljétek el, nem volt odaírva, mert ugye úgy néztem egy japán oldalon, hogy mély hűtőbe kell tenni, aztán így megbarnult, hűtőbe van, de azért jó, úgyhogy ezt használom. Ez nagyon le van védve, mert a hűtőben nehogy szag legyen, de már régóta használom, jó. De nagyon kevés kell, éppen ott csak ott egy pici az evőkanál végén, mert ennek annyira kiérezni az illatát, az ízét, hogy az eszméletlen, úgyhogy nem lehet sokat. Látjátok, így dupla folpakkal le is zárom, legumizom, belerakom külön nájlomba, jó, bezárom. Úgyhogy csináltam is róla videót, de nem lett belőle videó, mert amelyik még nincs megkezdve, az még nem annyira barna. Mert hát így nem tudom mutatni, tudjátok, hogy nem sikerült. Ja, meg kell venni boltba a fokhagymát, aztán mindig csak annyit, amennyit elhasználunk. Na, így van a hűtőbe, így nem jön ki a szag, már ugye ez zárva van. Ezek meg le vannak nagyon jól nájlonozva. Ezt így nagyon jól össze kell keverni, az a fokhagymót menjen szét. És lehet hozzá olívaolajat, valami jobb minőségűt, ha van otthon. Vagy ilyen tökmagolajat. Én ezt a tökmagolajat fogom használni, ezt szeretem ehhez. Nem sokat, egy teáskanálra valót. Ez úgy fog, hogy őrület. Hát én csak erre használom, mert ugye ez is drága. Csak erre használom mindig salátához, úgyhogy ez is már 2 éves, de ugye hűtőbe tartom.
sokan szeretik piros káposztához, de finom, finom, de meg kocsonyára, de nekünk annyira nem, úgyhogy én csak így a salátához. Ez akkor nagyon sokáig így el van, 2 évig is egy ilyen fél literes, annyi, akkor meg már úgy megéri. Amúgy ez a saláta, ez hűtőben volt, mert ez tegnap hoztam be, alul van olyan egy fej vagy kettő, amelyiket ma. Úgyhogy a hűtőbe be lehet tenni, megmosva, de olajat semmit nem szabad hozzátenni, mert akkor ugye megpuhul. Régebben ezt én se tudtam, úgyhogy nem, mert örökké tanulunk, komolyan mondom, 100 éves korunkban is tanulunk. Mondjuk annyi élet vagyunk, hogy közelítek. Így, hogy az 50-et már bőven átléptem, 17 évvel. Megkóstolom. Úgy finom. Próbáljátok ki ezt a módszert, hogyha nagyon édesen szeretitek, akkor ne 75 ecetet rakjatok, hanem csak 60-at, és akkor tökéletes lesz ez a módszer. Mert a fiunknak még ez is kicsit ecetes, de szerintem így már jó. Már ezt jól el kell keverni, mert az olaj különben nem megy szék, megáll egy csomóba. Na, hát ez ilyen pikpak kaja, a salátával többet foglalkoztam, mint magával az étellel. Jó, kedvét meg tegnap készítettem, arról majd záróképernyőbe beillesztek, ez burgonyás. Kitaláltam ezt a gombás ételt. Nagyon jól néz ki, de el fog fogyni egy nap alatt, mert olyan kevés maradt, hogy az még másfél napra sem elég. És a papa megeszi vacsorára. Jó, néz ki. Á, vagy fáradt van, mi apu? Már? Mert látom, hogy vizes vagy. Jól megmosakodtál, vizes a ruhád. Füvet nyírt a papa. Akkor megkóstoljuk. Hú, kicsit sok lesz azt hiszem, mert az étel, de megesszük. Na, a kövesztett szalonnáról annyit tudok mondani, hogy ilyen szeletett csonka szerintem jobb lett volna, amire ráharapunk, aztán akkor tartalmasan, mert ez, amikor ráharapok, érzem olyan puha. A papa az... Na, nagyon jó. Azt hittem húst teszek be. Papa azt hitte húst teszik, de mondom én nekem egy kicsit zavaró, hogy olyan puha. Úgyhogy már raktam töltött húsba is, láttátok, töltött karai szeletbe. Na, például ott finom volt sajttal. Ott finom volt, de itt annyira nekem ez a... Hol van egy? Ittni például. Annyira nem odvani. Annyira nem jön be, már mondom, olyan puha. Ja. Azt ugye a pofaszanonát meg nem lehet megpirítgatni, mert szétég, mert az ugye egy puha szalonna. Papa, ízlik neked is akkor? Nekem nagyon baj. Meg hát igen, el is fáradtál, ugye? Mert csak itt benn pöszmötöltem, nem ám, azért voltam a teleken is. Na, ha gondoljátok, próbáljátok ki. Ez saláta. Írjatok kommentet, legyen szép napotok, vigyázzatok magatokra. Jó hírvágyat hozzá, ha elkészítenétek. Sonkát használjatok, ne pofaszalonnát, annyit tudok mondani. Sziasztok!